A mostani videóban a B6 vitaminról, a piridoxinról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A B6 egy kofaktor, egy együttműködő vitamin, ami rengeteg testi folyamatban játszik segítő szerepet, hasonló a funkciója, mint a nyomelemeknek. 140 különböző enzim reakcióban működik közre, és nélkülözhetetlen a fehérjék, valamint a szénhidrátok és a zsírok megemésztéséhez, tehát energiává alakításukhoz. A B6 hiányát gyakran okozza a magas vércukorszint, tehát a prediabetes és a cukorbetegség. Alacsony B6 szinthez vezethetnek a gyulladásos bélbetegségek is, például az IBD, a kolitisz vagy a Crohn betegség. B6 hiány alakulhat ki a sok alkoholtól és a sok stressztől is. Az elzsírosodott mája, leromlott májállapot befolyásolhatja a B6 hasznosulását, tehát májbetegségek alatt gyakori a B6 hiánya. A gyógyszerek közül pedig a szteroidos gyulladáscsökkentők és a fogamzásgátlók vannak B6 csökkentő hatással. Egyébként alapesetben a B6-ból ritkán alakul ki hiány, mivel szinte minden ételben megtalálható. A B6 hiány klasszikus tünete a dermatitis, tehát ha valamilyen bőrgyulladásos problémánk van, nagy eséllyel B6 hiány van a szervezetünkben. A B6-nak fontos szerepe van a neurotranszmitterek létrehozásában, mint a GABA, a dopamin, az adrenalin, tehát a szintje komoly hatása van a hangulatunkra is. Szerepet játszik a szerotonin létrehozásában, és a szerotonin a jólétérzetünket előidéző hormon, ezért szorongás és depresszió esetén mindenképpen gyanakodhatunk az alacsony szintjére. A B6 hatással van az összpontosító, a koncentrációs képességeinkre, illetve a stressztűrő képességünkre is. Az alacsony stressztűrő képesség, ha mondjuk valaki könnyen ingerelhető, az jelzi az alacsony B-vitamin, de főként a B5 és a B6 vitamin szintet. Nélkülözhetetlen a vörös vérsejtek felépítéséhez és képződéséhez is, tehát vérszegénység esetén szintén gyanakodhatunk, hogy vagy nem hasznosul, vagy kevés van belőle. Antioxidánsként és gyulladáscsökkentőként is működik, ezért a hiányának egyik gyakori tünete a vörös irritált szem. A B6 hiányának köze van az ödémához és a duzzanatokhoz is, főként terhesség alatt. Terhesség alatt a hányinger is alapjaiban a B6 hiányára vezethető vissza. A B6-nak több különböző formája van, melyek közül az aktív és egyben az emberi szervezet számára is a legjobb, a piridoxál 5-foszfát. Nagyon sok kapszulázott készítményben, étrendkiegészítőben piridoxin hidroklóridot találunk, ez egy szintetikus mesterséges B6 forma, amit petróleumból, formaldehidből és sósavból hoznak létre. Ez hát nem a legjobb a szervezetünk számára, hosszú távon nagy mennyiségben fogyasztva konkrétan B6 hiányt okoz. Ahhoz, hogy a B6 jól működjön, szükségünk van a többi B-vitaminra is mellé, de főként a B2-re, illetve a B-vitaminokon túl a cink és a magnézium is kell a megfelelő érvényesüléséhez. Éppen ezért, mint ahogy a többi vitaminnál is hangsúlyoztam többször, a legideálisabb, ha természetes formában koncentrált ételekkel visszük be. Nagyon jó B-komplex forrás a sörélesztő, cinket és magnéziumot is tartalmaz bőven. Egy nagyobb pupozott kanál nemes sörélesztő pehely bőven tartalmazza az alapnapi B6 igényünket. Itt meg tudod nézni a nemes sörélesztőt. Ezen kívül jó B-komplex és B6 források még a tiszta méhpempő, a gocsi gyümölcslé, a halételek, például a tonhal és a lazac, a belső szervek, például a máj, a májkrém és a csicseri borsó. Ha mégis készítményekkel pótolnánk, kerüljük a piridoxin hidrokloridot, inkább másfajta kötésben lévő B6-ot szedjünk. A piridoxál foszfát vagy a piridoxál 5 foszfát nagyobb dózisban, hosszú távon sem mérgező, nehéz túladagolni. A B6 és a B-komplex tartalmú készítményeket ideális a reggeli órákban bevenni egy nagy pohár vízzel. Vesebetegek, vese elégtelenség esetén vagy más legyengült vesefunkciókkal járó problémák alatt kiemelten fontos odafigyelni a bevitelére. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!